A műsor támogatója a Széchenyi pihenőkártya. A műsor támogatója a Szerencsejáték ZRT. Köszöntjük kedves nézőinket! Mai adásunkban a Visegrád 4 kerékpárversenyről tudósítunk. A 10. alkalommal megrendezett Visegrád 4 versenynek pontban 11 óra 30 perckor 22 csapat közel 130 versenyzője vágott neki a 138 kilométeres távnak. Az UCI 1.2-es nemzetközi besorolású verseny rajtja ezúttal is Budapesten, a Karl Lutz rakparton a Vogue étterem hajó előtt volt. Idén a Visegrád csoport közös országúti versenysorozatának első állomásaként fogadta hazánk a nemzetközi mezőnyt, aminek hírértéke talán nagyobb, mint gyakorlati jelentősége. Az egész rendszer egy regulált rendszer, tehát gyakorlatilag mindenre megvan előre, körülbelül egy évre a forgatókönyv, megvannak a meghívott csapatok is, nemzetközi kooperációban vannak ezek a dolgok eldöntve. Az élet azonban hozhat váratlan fordulatokat. A csapatok közül páran mégsem tudtak felsorakozni a rajtvonalnál. Az utolsó három hétben lemondta négy csapat. Úgyhogy maga a mezőny az egy csöppet fokhíjasabb volt, mint amire mi számítottunk, de hiányérzet azért túlságosan nem volt. Emiatt voltunk egy kicsit szomorúak, de a verseny minőségén ez nem nagyon befolyásolt semmit szerencsére. A visegrádi együttműködés, amelyhez a verseny is kapcsolódik, immáron több mint 30 éves múltra tekint vissza. A tagországok 2013 óta rendezik ilyen néven a viadalt, ami kezdetben egy-egyben teljesítendő 500 kilométeres távot jelentett amatőrök számára. Azóta azonban a világbajnokságokra és az olimpiákra is kvalifikációs pontokat adó nemzetközi versenyrendszerbe az UCI Europe Tourba integrálódott, négy különálló UCI 1.2-es kategóriás egynapos versenyként. A 138 kilométeres táv megtétele során a nemzetközi mezőny többek között Telki, Zsámbék, Bicske, Csákvár, Bodajk, Csetény, Ravazd érintésével érkezik meg a célvárosba, ahol a befutó előtt meg kell küzdeni a helyenként 15%-os meredekséggel bíró térköves emelkedővel. Törzsök Zsolt főszervező elmondta, hogy ebben az évben is nagy hangsúlyt kapott a turisztikai megjelenés, hisz a viadal ezúttal is egy a világörökség részét képező területen ér célba, a Pannonhalmi Főapátság meredekén. Összesen 22 csapat, köztük 5 magyar állt rajthoz. A mezőnyben a címvédő cseh Adam Tupalikkal és a 2016-os győztes szlovák Marek Kanyeckivel. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos azt a részét érzékeltetni az emberekkel, hogy van a Visegrád 4-nek, az együttműködésnek egy civil tartalma is. Állandóan csak a politikai részekről beszélnek, állandóan csak itt a kormányközi megállapodásokról beszélnek. Maga a Visegrád alap is elképesztő mennyiségű civil programot, határon átnyúló programot a kultúrába, a sportba, számtalan az élet, számtalan területén oktatásügybe és mindenféle helyi vállalkozások fejlesztéséhez is hozzájárulnak. Ez egy sokkal komolyabb együttműködés, mint aminek elsőre tűnik, és hát nyilván ennek a komoly együttműködésnek komolyan meg is kell felelni. A versenyútvonala az évek során keveset változott, idén azonban 10 kilométerrel rövidítették a rendezők. Maga a versenyútvonal az egy rövid rész kivételével nem változott, és ez a rövid rész okozta azt, hogy 10 kilométerrel idén rövidebb lesz, ugyanis a lakosságnak a terheit szerettük volna csökkenteni, és ott az Irci Szerpentinen azért ne kelljen körülbelül 40 percre oda-vissza lezárni mind a két oldalát a hegynek, ezért azt a részt kivettük, és a 2019-es női V4-nek az útvonalából beillesztettünk egyet, amit ezen alkalomra teljesen föl is újítottak. Nyilván nem biztos, hogy mi miattunk, de mi használtuk a végeredményt, egy kiváló versenypályán lehetett versenyezni,
csapatok ezt nem kifogásolták, tehát vannak rövidebb, meg vannak hosszabb versenyek is. A szezonon belül a változatosság azért az gyönyörködtet, és nyilvánvalóan ilyen versenynek is kell lennie. A rendező Mozgás Egészség Rekreáció Sport Egyesület már a komoly szakmai tapasztalattal rendelkezik nemzetközi versenyek szervezésében. Nevükhöz köthetők kerékpáros világkupa futamok, Európa-bajnokság és nem utolsó sorban magyar bajnokságok is. A Visegrád 4 verseny ezek közül is kiemelkedik egy évtizedes múltjának köszönhetően. Ja, talán az egyik legrégebbi, most idén 10. alkalommal került megrendezésre. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mivel ez egy kiemelt prioritás, és a hazai elit versenyzésre egyre komolyabb fókusz hárul, ugye nem szabad elfelejteni, hogy mi női versenyeket is rendeztünk többek között 2-szer, hazánk első profi női versenyét is. Itt rendeztük Pannonhalmán, úgyhogy én azt gondolom, hogy jó úton haladunk. Ezt az együttműködést, ezt az irányt szeretnénk továbbra is fenntartani. Az éles rajtot követően folyamatosak voltak az akciók, azonban életképes szökés viszonylag sokáig nem alakult ki. Mintegy 20 kilométer megtételét követően egy 3 fős sor szakadt el. Nevezetesen Mincenti Ákos magyar nemzeti válogatott tagjaként, a szlovén Gregor Cerne és a dél-afrikai Byron Munton az Epronex Hungary csapatából. Az elmenés legnagyobb előnye bő 5 percnél tetőzött, ám előbb Vincenti, majd Pannonhalmához közelítve Munton is leszakadt a spicről, míg Cerne számára a viadal legnehezebb és egyben leglátványosabb része a helyenként 15%-os meredekségű, dísztérkő burkolatú emelkedő jelentette a végállomást. Az első lejtmenetben a cseh Mikael Borosnak sikerült elszakadnia, akit egy 8 fős sor üldözött, majd az utolsó kilométeren ért is utol. Végül a címvédő cseh Adam Tupalik bizonyult a legerősebbnek, megnyerve így a versenyt a lengyel Maciej Paterski és az ugyancsak lengyel Simon Trácz előtt. Yeah, quite nice. Remek volt, szép emlékeim vannak a tavalyi évről, amikor sikerült nyernem, így idén is egy elég erős csapattal vagyunk itt. Volt egy 3 fős elmenés, mi kijelöltünk egy embert, hogy diktálja a tempót a pelotonban a Foster csapatával együtt. Mielőtt beértünk volna a településre, sokan elől akartak maradni, mert nagyon nehéz ez az emelkedő. Végül nekünk sikerült elől maradnunk, majd az első kör után megpróbáltam támadni, de nem sikerült. Így aztán az egyik csapattársam, Mihály Borosi támadott, de 500 méterrel a vége előtt utolértük. Nekem sikerült az előttem menő srácok kerekén maradni, és amikor a Foster csapat megnyitotta a sprintet, én azonnal támadtam, és a célvonalig teljes erőbedobással nyomtam, éppen úgy, mint a tavalyi évben. Nagyon boldog vagyok, hogy ismét győzni tudtam. Ami a stratégiát illeti, van jelentősége, hogy már ismertem a pályát, és van tapasztalatom erről a helyről. Mondtam is egy csapattársamnak, Mihálynak, aki nem versenyzett még itt, hogyha az utolsó körben tudsz egy kis időkülönbséget kiharcolni, akkor nem sokan lesznek, akik tempózni akarnak, mert miután először vezettem, többé-kevésbé 10 versenyző maradt mögöttem. Szóval ez volt az előnye Mihálynak is. Szóval igen, úgy gondoljuk, erős lapjaink voltak, és jól játszottuk ki őket. A Visegrád 4 verseny nagyon fontos esemény számunkra, mindegyik fordulót kedveljük, csodálatos helyeken szervezik meg ezeket, de egytől egyig nehezek is. A magyar fordulót különösen szeretem, mert ez a pálya a nagyon rövid, de annál meredekebb emelkedőivel nagyon fekszik nekem. Szóval mindig szívesen jövök ide. Ez egyébként már a 3. alkalom, hogy itt vagyok. Nagyon kellemes élmény volt a mai nap, jó volt újra itt lenni. Nagy öröm számomra, hogy sikerült megvédeni a címem, idén is komoly tervekkel vágtunk neki a visegrádi versenysorozatnak. Bízunk benne, hogy a folytatás is sikeres lesz, ezáltal pedig megszerezzük a sárga trikót. A szervezéssel ezúttal is elégedettek voltunk, bár a nagy hőség nem volt segítségünkre. Előnyömre vált, hogy az elmúlt évekből már jól ismertem a befutót, így tudtam, mikor kell indítanom. Legjobb szlovákként Matus Stocek zárt. Két esélyünk volt az utolsó dombra, én vagy a csapattársam Jakubek. Mi irányítottuk a versenyt a többi csapattal, egy dolgot biztosan tudtunk, hogy itt kell lennünk az első körben, az első 10 pozícióban, amikor megmásszuk a dombot. Együtt mentünk az elején a többiekkel, nagyon észnél kell lenni ennél a dombnál, mert nagyon nehéz. Végül Jakubek erősebbnek bizonyult nálam, ő 4. pozícióban érkezett, én pedig a 10-15. Hely körül. Ezzel az eredménnyel a legjobb szlovák versenyző lehettem, így nagyon boldogok vagyunk.
A versenyen a legerősebb magyar csapat az Epronex Hungary is rajthoz állt. A csapat életében 2023-mal egy új fejezet kezdődött. Az Epronex Hungary Cycling Team kontinentális csapatként áll már rajthoz külföldi versenyzőkkel kiegészülve. Azt hiszem, hogy a csapattaktika az így teljesült, mert teljes mértékben, mert az volt kimondva, hogy elmenés, hogyha az elmenésnek nem sikerül, akkor pedig a Kristófra volt felépítve a befutó, mert ő közelkedik, ő tudja a leggyorsabban fölközlekedni erre a falra itt a végén. Őt kellett jó pozícióba letenni itt az első felmenetelhez, és ezt meg is oldották a srácok, és hát onnan már tiszta erőn múlt a dolog, és így második feladásnál 11. lett. Most így ez első nap, holnap ugye szlovák V4. Mi ugye most múlt héten jöttünk haza a Solidarnoskra, 5 napos lengyel nagyversenyünkről, jövő héten meg Gemenc van, tehát ez most egy ilyen köztes rövidebb hétvége. Ennek nyilván a Gemenc az egy nagyon-nagyon-nagyon fontos verseny. Tavaly is nagyon jól szerepelt a csapatot, ott már UCI dobogók is összejöttek, úgyhogy remélem, hogy innen ebből meglendítve azzal a sebességgel, amit most itt még felszívnak a srácok, meg kicsit hozzászoknak ez a borzasztó meleghez megint, mert Lengyelországban sokkal hidegebb volt, akkor jól fog menni a jövő heti Gemenc, és akkor onnan megyünk tovább. Úgyhogy egy legjobb magyar trikó, egy 11. hely lett, egy nap elmenése, úgyhogy ez most biztató a továbbiakra nézve. A V4 verseny legjobb magyar versenyzője az ősorukból került ki, Árvai Kristóf személyében, aki a 11. helyen ért célba. Előzetesen az volt a tervünk, hogy 4 emberből legalább egy bekerüljön az elmenésbe, és ezt sikeresen abszolváltuk. Utána a végére én és Balázs voltunk tervezve, mint befejező emberek úgymond. Szóval egész jól sikerült a csapattaktika, szerintem elégedettek vagyunk mindannyian. Hát az Elko, Foster, ATT mindenképpen nagyon erősek. Húzták is mindegyik adott egy embert a mezőny elejére üldözni. Ők mindenképpen nagyon erősek, velük mindig számolni kell. Amikor elment az elmén, és utána nagyon visszaesett a tempót, mi nekünk ez is volt a szándékunk, előreálltunk, fogtuk a mezőnyt, utána jöttek a hárman előre ebből a 3 csapatból, és akkor már azért nagyobb tempóváltás volt. Őszintén nem éreztem valami jól magam verseny közben, nem tudom, hogy a meleg, vagy nem tudom, mi volt az oka, de nem forogtak olyan jól a lábak. Nem éreztem azt a kirobbanó erőt, de itt a végére sikerült fölpörögni, és egész jól megjönni. Szerintem nekem ez a rövidebb meredek emelkedő, ez egész jól fekszik. Szerintem sikerült is megmutatnom, hogy azért vannak lábaim erre az emelkedőre is. A nemrégiben leigazolt dél-afrikai versenyzőjük szintén jól teljesített a versenyen. 5 abszolút GC Ridernek vettük föl több naposokra, illetve hát nyilván a hegyek specialistája, tehát az az 58 QL-val, amivel bír, őnek igazából hosszú nagy hegyek mennek, így is szemeltük ki őt, ebből ma nem jutott, ehhez képest jól megoldotta, igazából ő dél-afrikai időfutam bajnok is volt tavaly, idén nem jött neki össze, de allrounder, GC menő és nagyon jó hegyi menő, rá majd a bulgár kör, román kör, szlovák kör trióban számítunk nagyon, mert ott nagyon ki tud jönni az ő potenciálja. Sikerült egész hamar beilleszkednie a 3 hetes edzőtáborba, azt hiszem februárban volt, szóval egész hamar beilleszkedett a csapatba, meg egyébként én is, mert ugyanúgy én is most kerültem ebbe az évbe az Epronexbe. Nagyon jó a közeg, és jól érezzük magunkat. A versenyt a főszervező értékelte. Nagyon magasan volt ugye a mérce, mert 2. hely Filutás Viktor, majd tavaly évben Peák Barnabás után. Én azt gondolom, hogy örülni kell Árvai Kristófnak, tehát ebben a mezőnyben magyarnak pontszerzőnek lenni, az kifejezetten egy komoly és felelősségteljes dolog. A csapatok nagyon elégedettek, úgyhogy azt kell mondjam, hogy valóban jól sikerült. Várakozásonak megfelelően és a versenynek a nívójához, színvonalához, nevéhez méltóan. Ami pedig a folytatást illeti, a szervezők már a jövő évi engedélyek beszerzésén dolgoznak. Erőcsapaton ne változtass, mi ezt a mottot használjuk évek óta, és gyakorlatilag már megvan az apátságtól is a jóváhagyás, polgármesteri hivataltól is, úgyhogy mi abban gondolkodunk, azt tervezzük, hogy a helyszíne az az útvonallal együtt nem fog változni. Yeah.
Végül lássuk, milyen programok várhatóak a következő hetekben. A műsor támogatója a Szerencsejáték ZRT.